Évvége felé számot adunk tevékenységünkről, megnézzük azt, hogy mi történt az elmúlt esztendőben, és erre hívtuk meg dr. Csokán Csabát, a Lezredes Urat, a Moson-Magyaróvári Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy értékelje az elmúlt esztendőt, a rendőrség munkáját, kollégáinak a tevékenységét, illetve hát azokat, ahol nekik el kellett járniuk, vagy feladatuk volt. Sok szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok önnek is, és a kedves televízió nézőknek is. Az ellátási terület, vagy az illetékességi terület jelentősen nem is változott az elmúlt időszakban. Az elmúlt egy esztendőben is már tavaly is beszélgettünk. Mi történt itt a kapitányság illetékességi területén az elmúlt esztendőben, ami kiemelkedő volt, amire kapitány úr úgy gondolja, hogy mindenképpen most szót kell ejteni, mielőtt még végig beszélnénk az osztályoknak, illetve hát a különböző csoportoknak a tevékenységét? Hát ha egy bővített mondattal kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy meglehetősen mozgalmas és nehéz évet tudunk magunk mögött. Ahogy ön mondta, valóban az illetékességi területünk nem változott. Ugye itt a közigazgatáson belüli változások vonatkozásában majd januártól ugye változni fog egy picit a helyzet itt a járási központoknak a helyével, szerepével, de lényegileg nem módosítja a kapitányság illetékességi területét ez a változás. A jelenlegi tervek szerint Moson-Szent Miklós település kerülne át a győri járáshoz, tehát ez úgy Isten igazándiból komoly változás nem generál. Hogy miért volt mozgalmas és miért nehéz, talán kettő gondolattal. Az egyik az az, hogy biztos ismeretes a kedves televízió nézők előtt, és az idei évben is beszámoltam az önkormányzat előtt a város közrendje közbiztonsága bűnügyi helyzete vonatkozásában. Akkor ott említést tettem arról, hogy a tavalyi évben Ausztriában ugye a munkavállalók munkavállalását könnyebbé tevő törvény, vagy a munkaerőpiac megnyíltával értelemszerűen a magyar állampolgárok is éltek ezekkel a lehetőségekkel, és ebből a szempontból az én kollégáim közül is többen gondolták úgy, hogy leszerelnek, és Ausztriában munkavállalóként boldogulnak tovább. Ez egy folyamat volt a kapitányságon, ami szerencsére az év végéig, a tavalyi év végéig fékeződött. Ebben az évben már korán sem volt ez ilyen mértékű, illetve az eltávozóknak a fogyatékpótlását sikerült áthelyezéssel más kapitányságról, az ország más területéről, megyén belülről, más szervezeti elemektől érkező kollégákkal pótolni. Úgyhogy most azt tudom mondani, hogy a létszám helyzetünkkel rendben vagyunk. Azért is volt mozgalmas ez az év, mert a belügyi kormányzat nagyon sok olyan változást generáló központi intézkedést hozott, ami részben a struktúrát, részben pedig bizonyos programoknak az elindítását vagy újragondolását jelentette. Ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy majd 2013. január 1-től lesz új az állománytáblánk. Ez azt jelenti, hogy a Moson-Magyaróvári Rendőrkapitányság úgynevezett nagy rendőrkapitányság lesz. Ez a létszámából, illetve az illetékességi területéből is következő, illetve amit mondtam, hogy mozgalmas volt és nem könnyű, az alapvetően az, hogy hasonló kihívásokkal kellett szembenéznünk az idei évben is, mint tavaly. Ez elsősorban a bűnügyi helyzet, az utazó bűnözők kezelése, illetve a migrációs helyzetnek a kezelése volt. Még mielőtt rátérnénk az év értékelésére, még egy gondolat. Ugye a múlt héten adták át a virtuális kapukat, illetve a város több pontján elhelyezett térfigyelő rendszereket. Ez is ugye ott is elhangzott, hogy kettős funkcióval bír. Egyrészt a már megtörtént események kapcsán felmerülő nyomozásban segíthet, illetve hát részben megelőző, elterelő. Valóban így van. Ugye a múlt héten én azt gondolom, hogy egy mérföldkő volt annak a városvédelmi rendszernek az átadó ünnepsége, ahol részt vettünk, közösen vettünk részt, tudniillik ott is. Ebből a szempontból azért van ennek nagy jelentősége, mert én úgy gondolom, hogy a város bűnügyi földrajzi fekvése mindenféleképpen kedvező terepe, mind a nemzetközi, mind pedig a hazai utazó bűnözőknek. A város megközelíthetősége különböző nemzetközi és hazai főútvonalakon, autópályán meglehetősen egyszerű és könnyű. Ez nyilván a bűnelkövetőknek a dolgát abban könnyíti, hogy a bűncselekményt nagyon rövid időn belül el tudják követni, és el is tudják hagyni az illetékességi területünket, vagy akár az országot is nagyon rövid időn belül. Ennek a városvédelmi komplex rendszernek pedig abban van a jelentősége,
hogy a virtuális kapuk kontrolljával képesek vagyunk kontroll alatt tartani a városba bevezető és kivezető utaknak a forgalmát. Természetszerűleg ezek a kameraképek, amelyek rögzítésre kerülnek az adatvédelmi törvény értelmében, meghatározott ideig tárolódnak el, viszont ha valamilyen inkriminált esemény történik a városba, akkor a kamerarendszer vagy a virtuális kapuk kontrollja és az ezzel összeköttetésben álló rendszámfelismerő rendszer segítségével sokkal könnyebben tudjuk kiszűrni a lehetséges bűnelkövetőket, vagy ha konkrétan már adatgyűjtésnél fölmerül egy gépkocsi rendszám színtípus, akkor sokkal előrébb vagyunk, és ez időben jelent nekünk nagyon sokat. Természetszerűleg a térfigyelő kameráknak pedig abban van jelentősége, hogy ott a humán erőt lehet kiváltani, és ugye mivel 24 órás folyamatos kontroll alatt vannak a kameraképek, ezért az ügyeletre befutó jelzés alapján azonnalosan átcsoportosíthatók azok az erők, akik egyébként a kamerával nem lefedett területet felügyelik. Tehát ebből a szempontból valóban ez egy mérföldkő volt és egy jelentős állomás, a magam részéről nagyon örülök neki, és az önkormányzatnak ehelyütt is szeretném tisztelettel megköszönni azt a fajta áldozatvállalását, mind anyagilag, mind szakmailag, amit ennek a rendszernek a kiépítéséhez nyújtottak. Az külön öröm, hogy gyakorlatilag egy olyan cég nyerte meg a közbeszerzés során kiírt pályázatot, amely helyi cég, és ebből a szempontból én biztosítottnak látom ennek okán a folyamatos karbantartást, illetve azoknak a korrekcióknak az elvégzését, amit egyébként a tesztüzem során már meg is tettünk. Egyébként már a tesztüzemmód során is komoly eredményeket hozott ez a rendszer, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy hatékony eszköz lehet a kezünkbe az utazó bűnözők kezelésére. Talán ami az embereket jobban a saját bőrükön éri, és a rendőrség feladata az inkább a bűncselekmények, akár a betörések, akár a rablások, lopás, és én nem tudok belemenni annyira a szakmai részébe, mert hát, hogy a köznyelv egy kicsit mások a kategóriák, mint a büntetőjogban. Milyen a város bűnügyi helyzete? Ugye itt az utazó bűnözőket már említette kapitányságvezető úr. Milyen egyéb olyan tendenciákat lehet látni, akár a városban, akár a térségben, amiről érdemes beszélni, vagy amiről érdemes fölhívni a lakosság figyelmét, hogy mire kell jobban odafigyelni, és sokszor mi magunk vagyunk, akik kvázi, hogy így mondjam, céltáblává tesszük ki magunkat, akár egy autóban hagyott pénztárca, ami elől van az utastérben, vagy a kaput nem zárjuk be, tehát nem feltétlenül mondjuk egy rácsrendszereket és különféle vizes árkokat kell a családi ház környékére rakni, de mondjuk egy tárva nyitva lévő kapu azért elég figyelemfelhívás, még akkor is, hogyha akkor se szabad neki bemennie. Ez valóban így van, tehát ön most elsorolt itt hirtelen olyan lehetőségeket, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül pénzkérdés, de ha megengedi, egy picit később válaszolnék a prevenciós felvetésére vagy gondolataira. Valóban önnek abban tökéletesen igaza van, hogy akkor működik jól egy rendszer, hogyha a rendszer minden szereplője megteszi, ami elvárható tőle. Én azt gondolom, hogy a rendőrség is egy szereplője ennek a rendszernek, kétségkívül egy nagyon fontos láncszeme, de ugyanúgy az önkormányzatok, a civil segítők, a polgárőrség, de maguk az állampolgárok is, akik nagyon sokat tehetnek azért, hogy ne váljanak bűncselekmények sértetjévé áldozatává. De visszatérve, nem untatva természetesen a kedves televízió nézőket és önt sem statisztikai adatokkal, tendenciákról beszélnék inkább. Az volt megfigyelhető az év eddig eltelt időszakában, én azt gondolom, hogy ez már lényegileg az előttünk lévő két hétben nem fog változni, hogy csökkent a bűncselekmények száma. Ez azt jelenti, hogy mintegy 15%-os bűncselekmény szám csökkenés volt regisztrálható ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy 2550 bűncselekmény helyett 2150 bűncselekmény történt az illetékességi területünkön. Hogyha a bűncselekményi főcsoportonként nézzük meg, akkor elmondható, hogy a személy elleni bűncselekmények száma csekély mértékben emelkedett. Ez az emelkedés egyébként a testi sértések számának az emelkedéséből fakadó. Emelkedett a közlekedési bűncselekmények száma is. Egy picit majd később a baleseti helyzetképünkről is részletesebben szólnék. A házassággal, a családdal, ifjúsággal, nemi erkölccsel kapcsolatban regisztrált bűncselekmények száma örvendetes módon csökkenő tendenciát mutatott. Ugyanúgy a közrend elleni bűncselekmények számarányában is csökkenés volt megfigyelhető. Ami külön örvendetes tény, hogy a vagyon elleni bűncselekmények számaránya is
lényegesen csökkent, 170-nel kevesebb ilyen típusú bűncselekményt regisztráltunk. Örvendetes volt ezen belül, hogy csökkent a lopásoknak a száma, illetve a betöréses lopásoknak a száma. Kétség kívül van egy olyan emelkedő tendencia, ami a lakásbetörések számának növekedésével jár. Ebben az évben több olyan sorozat bűncselekményünk volt, amit utazó bűnözők követtek el. Az imént már említettem, hogy a kamerarendszernek a teszt időszakban is volt egy nagyon komoly eredménye. Többek között egy ilyen budapesti utazó bűnöző csapatot sikerült ennek segítségével lelepleznünk, és a büntető eljárásba bevonva előzetes letartóztatások mellett folyik ez a büntető eljárás, akik itt tízes nagyságrendű lakásbetörést követtek el a városban. A másik ilyen negatív tendencia, hogy a rablások számaránya az növekvő tendenciát mutatott, viszont ami örvendetes, hogy ennek a nyomozás eredményessége 75%-os. Tehát gyakorlatilag a 3/4-ét, 4/5-ét ennek a típusú bűncselekmény elkövetőjének sikerült elfognunk. A többi ügyben pedig még folyamatban van a nyomozás, tehát jó esély kínálkozik arra, hogy a még hiányzó ilyen típusú bűnelkövetőinket is elfogjuk. Mennyire jellemző az, hogy nem jelentik esetleg be a kisebb értékű lopásokat, vagy mondjuk itt a családon belüli problémákat, vagy mennyire mernek jelentkezni, feljelentést tenni, kihívni akár a járőröket, hogyha valamilyen probléma van. Tehát mennyi az, amiről tudnak, hogy többször elhangzott, hogy regisztrált számok. Tehát mert úgy gondolom, vannak olyan bizonyos esetek, hogyha mondjuk valakinek kirabolják teljesen a lakását, az biztos, hogy fogja mondani. Valakitől a piacon ellopnak 1000 forintot, az nem biztos, hogy fog a rendőrséghez menni. De mondjuk pont a család talán egy olyan téma, ahol nem tudom, és azért kérdezem, hogy itt a városban mennyire mernek szólni, hogy kisváros. Én nem gondolom, hogy ez azzal függene össze, hogy mekkora lélekszámú egy település, tehát ez a kis településre és a városra is egyaránt igaz, amit ön mondott. A kriminológusok azt mondják, hogy a regisztrált bűncselekmények arányához képest vélhetőleg, de ugye mivel ez csak egy feltételezés, körülbelül a négyszerese a ténylegesen megtörtént bűncselekmény számnak. Na most kétség kívül vannak olyan sértettek, akik úgy gondolják, hogy az a sérelem, ami őket érte, kétség kívül megtörtént, de ők valamilyen oknál fogva ezt nem hozzák a hatóság tudomására, úgymond látenciába marad ez az elkövetett bűncselekmény, tehát értelemszerűen a statisztika ezt nem tudja regisztrálni. Amit ön említett, két olyan témakör is van, részben ugye a kisebb súlyú eseteket említette. Ebben az évben jelentős jogszabályi változások és módosulások következtek be. Jelesül a szabálysértési törvény is változott. Ez azt jelenti, hogy megemelkedett a szabálysértési értékhatára. Eddig 20 000 forint volt korábban az értékhatár, ez 50 000 forintra emelkedett. Tehát, hogy a kedves nézők jól értsék, hogy miről beszélünk. 50 000 forint alatti különböző típusú szabályszegések vonatkozásában szabálysértési eljárást folytat le a rendőrség, 50 000 forint kárértéket meghaladó kár esetében pedig bűncselekményről beszélünk. Természetesen most, hogyha arra gondolunk, hogy 1000 forintot valakitől erőszakkal elvesznek, ugye az rablás, tehát ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, tehát én itt most a kisebb súlyú esetekről beszélek. Tehát ez lényegileg megváltoztatta, ugye ez az új jogszabály, ezt az esetkört. Erre egy 4 fős csoport alakult a kapitányságon ebben az évben, és az úgynevezett eljárási csoportunk az, amely előkészítő eljárás keretében és a bírósággal szorosan karöltve ezeket a szabálysértéseket feldolgozza és a bíróság elé terjeszti. Ugye a másik eset a családon belüli erőszak, amire utalt, kétségkívül sajnos ebben az évben is elég sok ilyen típusú intézkedésünk volt, amikor családon belüli erőszakhoz kellett kimenni a kollégáknak és ott intézkedni. Több esetben ideglenes megelőző távoltartó határozatot is hoztunk a helyszínen, mert a kollégáim úgy ítélték meg az előzményekből, illetve a tapasztaltakból, hogy az erőszakoskodó családjától történő távoltartása a jogszabályi keretek között indokolt. Aztán természetesen ez is a bíróság asztalán van, majd a későbbiek során, hogy ezt meghosszabbítja, tehát ez a megelőző távoltartássá változtatja az ideglenes megelőző távoltartást. Kétség kívül ezek a típusú bűncselekményeink az idén is megvoltak. Ami talán újszerű, új bűnelkövetési magatartással nemigen találkoztunk ebben az évben, tehát azok, amik az elmúlt évben jellemzőek voltak, azok fordultak elő
gyakorlatilag leginkább. Olyan 65% a bűnelkövetőinknek utazó bűnöző, tehát ezért is fontos volt ennek a kamerarendszernek a mielőbbi átadása és rendszerbe állítása. De mondhatnám azt is, hogy például új jelenségként jelent meg a területünkön a terménylopásoknak a megjelenése. Ugye az nyilvánvaló dolog, hogy részben a migráció, részben pedig a kelet felől a nyugat felé áramló munkavállalók ide települvén, itt dolgoznak különböző üzemekben, különböző szálláshelyeken tartózkodnak, és hogyha nem úgy teljesítenek, esetlegesen elküldik őket, és mielőtt elhagynák az illetékességi területünket, apró bűncselekményeket követnek el, és a terménylopások is ebbe a kategóriába tartozóak, tehát ez egy relatíve újszerű tapasztalásunk. Bár ezek a bűncselekmények nem komoly kárértékkel bírnak, de kétség kívül, akinek a terményét, kisállatát éri az ilyen típusú elkövetői magatartás, az mindenféleképpen kárként jelentkezik, és ez bosszantó. Ha már szóba hoztam itt a migrációs helyzetet, akkor két gondolatot, ha megenged. Egyrészt a nemzetközi migráció fő útvonala a kapitányság illetékességi területén vezet át, tehát Budapest-Bécs útvonalon, vagy ha tetszik, akkor az unió irányába rajtunk keresztül próbálkoznak a migránsok. Ebben az évben a határrendészeti osztályunk rekordot döntött, ha szabad így fogalmazom. Ez azt jelenti, hogy több mint 700 migránst fogtunk el az illetékességi területünkön, vasúton, közúton, autópályán, Jánossomorja, Andau irányába, illetve több mint 80 embercsempészt. Érdekes módon az embercsempészeknek a nemzetiségi hovatartozása, illetve a migránsoknak a nemzetiségi hovatartozása is meglehetősen heterogén. Ez azt jelenti, hogy 46 náció tagjai fordultak meg itt a mi illetékességi területünkön migránsként. Általában az embercsempészek pedig szerbek és magyar állampolgárok, de volt közöttük angol, német olyan állampolgár is, aki a honfitársait próbálta Nyugat-Európába segíteni. A másik ilyen dolog, amiről már az imént szóltam, az a keletről nyugatra államló munkavállalóknak a köre, akik itt telepednek le, vagy ideglenesen tartózkodnak a területünkön és dolgoznak itt. Rendszeressé tettük az elmúlt időszakban, és folyamatos két hetente minden alkalommal végig látogatjuk és ellenőrizzük azokat a szálláshelyeket, részben a legális, részben az illegális szálláshelyeket, ahol ezek a munkavállalók elszállásolásra kerülnek, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy pontosan tudjuk-e, vagy sem, hogy kik mozognak a mi illetékességi területünkön. Ugye a keletről érkezők más típusú emberek, ez nem negatív kritika vagy értékelés az én részemről, egyszerűen máshogy szocializálódtak, más szokások között éltek, és ebből a szempontból mondjuk egy ilyen nyugati, kicsi nyitottabb világban olykor nehezebben találják meg a helyüket, vagy azt az értékrendet hozzák magukkal, amihez ott hozzászoktak, itt pedig ez más, és adott esetben akár ez konfliktus helyzetet is generálhat, bár ez kezelhető. Térjünk át a közlekedésre. Főleg most a téli időszakban talán még nagyobb odafigyelést és óvatosságot igényel, amikor csúszósak az utak, amikor akár jegesedés is lehet, de természetesen nyáron se lehet nagyon száguldozni, ugye a klasszikus keresztben előírt az útjárás és az időjárási viszonyoknak megfelelően. Talán ez az egyik nagy probléma mondjuk a közlekedési baleseteknél, hogy ezek közül egyet legalább, hanem is kettőt vagy hármat nem tartanak be. Valóban önnek ebben tökéletesen igaza van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy mivel közlekedik az ember, akár gyalogszerrel, kerékpárral, vagy gépi meghajtású járművel, a közlekedés egy veszélyes üzem. És a közlekedés szereplőinek rendelkezniük kellene azzal a toleranciával, részben egymás irányában, részben pedig azzal a tisztelettel, hogy az a gép, ami alattam van, legyen ez motor, gép, jármű, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, akár hajó is lehet. Ebből a szempontból, hogy az én képességeim és a gépnek a teljesítménye párhuzamba álljon egymással. Kétség kívül történtek olyan balesetek, és a baleseti okok között lényegi változás nem következett be, tehát a gyorshajtás, a kanyarodási szabályok és az elsőbségi jog megnemadásából származóak voltak a baleseteinknek a döntő többsége. Sajnos a baleseti helyzetképünk romlott, ez azt jelenti, hogy a tavalyi év azonos időszakában, tehát a mai napig bezárólag
6 halálos balesetünk volt, az idei évben ez 9-re emelkedett. Sajnos éppen a tegnapi napon történt itt Kimle magasságában egy halálos baleset, ahol egy fiatal asszony hunyt el a baleset következtében. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a baleseteknek is nyilván megvan mindegyiknek a maga-maga oka, de minden ilyen balesetet, akár halálos kimenetelő, akár sérüléssel járó, de akár a csak anyagi kárral járó baleseteket is, az én kollégáim mindig kielemzik. Tehát ez több okból fontos. Egyrészt, hogy tudjuk, hogy vannak-e olyan halmozódási pontok a mi útjainkon, legyen az főútvonal vagy mellék útvonal, tehát alárendelt útvonal, ahol valaminek az okán adott körzetben, adott időpontban történnek balesetek, illetve hogy mi vezetett a baleset bekövetkezéséhez. Ezek nagyon fontos információk. Adott esetben az is előfordul, hogy szakhatósági bejárást kezdeményezünk az illetékes társhatóságokkal. Ez legutóbb az 1-es és a 101-es út kereszteződésébe, Hegyeshalom és az M15-ös út kereszteződése vonatkozásában történt meg, ahol szintén súlyos balesetek történtek. Tehát a dolognak az a lényege, hogy a súlyos sérüléssel járó baleseteink száma ugyanannyi maradt, a könnyű pedig egy picit emelkedett. Én meg vagyok arról győződve, hogy a halálos baleseteknek a döntő többsége megelőzhető lenne. Kétségkívül nekünk itt azt kell vizsgálni, hogy rendőri eszközökkel képesek vagyunk-e befolyásolni ezeknek a baleseteknek a bekövetkezését. Én azt gondolom, hogy két olyan terület van, ahol a rendőrségnek kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen e téren. Az egyik az a sebességmérés, a másik pedig az alkohollal történő befolyásoltság, vagy az ilyen típusú gépjárművezetőknek a kiszűrése. Ebben az évben is mindkét esetre nagy gondot fordítottunk, tehát rendszeresen mérünk sebességet mind a városainkban, tehát Mosonmagyaróvárvárosban, illetve Jánossomorján, illetve a vidéki településeinken is. Talán a kedves tévénézők közül többen is voltak olyanok, akik ennek a bizonyos új típusú ittasság ellenőrzésnek a résztvevői voltak, amikor frekventált időszakban, a délutáni vagy a reggeli időszakban a kollégáim csak egy ilyen elektromos szonda elfúvásra állították meg a gépkocsi vezetőjét, és a negatív értéket mutatott a műszer, akkor azonnal már tudott is tovább menni. Az örvendetes, hogy az ittasan okozott baleseteink számaránya az nem emelkedett. Tehát én azt gondolom, hogy az ittasság kiszűrés és a gyorshajtó kiszűrése gyakorlatilag az nekünk kiemelt feladat kell, hogy legyen. Az összes többibe pedig, hogyha valaki felelőtlen, és ahogy ön mondta, nem a mindenkori út- és látási viszonyoknak megfelelően vezeti a járművét, vagy úgy közlekedik, hát akkor azt nagyon nehéz megelőzni. Ami nagyon így vagy szokta érdekelni az embereket, és akár falsképünk is lehet, hogyha sorozatokat nézünk, hogy mennyi bűncselekmény történik, mert ugye egy jó sorozatot eladni, ahhoz legalább legyen benne egy rendőr vagy egy orvos. De mi a helyzet például az életellenes bűncselekmények? Ugye az elmúlt héten borzolta a kedélyeket egy kisgyermek halála. Itt a térségben milyen statisztikai számot? Valóban közérdeklődésre tarthat számot a múlt héten történt egy nagyon súlyos bűncselekmény, egy külföldi állampolgárhölgy a saját 3 éves kisfiát ölte bele egy jeges bányatóba. Ugye vannak bizonyos hatáskör és illetékességi szabályok a mi hivatásunkban. Ezek olyan súlyos bűncselekmények, hogy nem a helyi hatóság, tehát nem mi ez vagyunk az eljáró hatóság, hanem a megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának életvédelmi alosztálya nyomozza ezeket az ügyeket. Részben az emberölés kísérlet, tehát gyakorlatilag mi pedig minden olyan segítséget megadunk a megyei kollégáknak, részben a helyismeretünkkel, személyismeretünkkel, ami adott esetben az elkövető felderítését szolgálhatja. Örvendetes dolog az, hogy ebben az évben a mi illetékességi területünkön ez a múlt heti legutóbbi eset volt, ami emberülés kísérletesen volt ebben az évben. A megyében nekem erre nincsen illetékességem, hogy nyilatkozzam, hiszen annak nálam hivatottabb kollégáim erre, de sajnos biztos az itteni közvélemény is értesült arról, hogy Győrben történt több gyilkosság, illetve Sopronban ez a bizonyos lőtéri gyilkosságról 3 gimnazista, fiatal felnőtt, 18-19 éves fiatal ember ölt meg 2 embert. Ugye nyilvánvaló itt az a pozitívum, hogy az elmúlt 10 évben a Győr-Moson-Sopron megye területén felderítetlen emberölés nem volt.
Tehát én azt gondolom, hogy a megyei kollégák szakértelme, illetve a mindenkori helyi kapitánysági megerősítő erő segítsége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen súlyos bűncselekmény elkövetője felderítésre kerüljön. Hát sajnos ez a múlt heti eset nálunk következett be. A beszélgetés szerintem minden pontján szó esett arról is, hogy a prevencióról mennyi mindent tesznek az ön és a kollégái azért, hogy akár kevesebb baleset történjen, akár jobb legyen a felderítés. Köszönjük az önök munkáját, azt hiszem, hogy a televízió nézők nevében is megköszönhetem a Moson-Magyaróvári Rendőrkapitányság dolgozóinak a munkáját. Reméljük, hogy egy év múlva még kedvezőbb adatokkal tudunk majd leülni, beszélgetni. Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Én pedig a kedves televízió nézőknek és rajtuk keresztül a családtagjaiknak szeretném megköszönni azt a türelmet és toleranciát, amivel az év során viseltettek és viszonyultak az én kollégáim különböző típusú intézkedéseihez. Az kétségtelen tény, hogy a rendőrség jogalkalmazó szerv. Tehát magam és a kollégáim is a munkánkat és a hivatásunkat végezzük, illetve gyakoroljuk akkor, amikor valakiket, akikkel szemben intézkedünk, szembesítünk akár egy szabályszegéssel, vagy akár valamilyen típusú magatartásukkal. Kétség kívül, ha az embernek ilyenre hívják fel a figyelmét, az nem szokott jól esni. Ebben az évben már említettem az imént, hogy nagyon sok jogszabályváltozás történt, többek között a szabálysértési törvénynek is nagyon komoly szankciórendszere van. Ezt nem a rendőrség találta ki, hanem a jogalkotók, mi csak alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat. Kétség kívül eléggé súlyos szankciók is vannak egyes magatartások szankcionálására. De ha már nálam van a szó, és egy befejező gondolatot, ha megenged, akkor én valamennyi kedves tévénézőnek szeretném megköszönni részben a mi munkánkhoz nyújtott egész éves segítségüket, illetve hát mivel a következő héten, ugye, és itt a stúdiódíszlet is már utal erre, az adventi időszakot éljük, engedjék meg, hogy a kollégáim és a magam nevében minden kedves tévénézőnek és családtagjának bűn- és balesetmentes következő esztendőt, békés karácsony ünnepeket és jó egészséget kívánjak. Kedves nézőink, ez volt a Hírháttér. Most napról napra heti hírösszefoglalónk ismétlését látják majd. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!